Kortárs szakíróval és feltalálóval találkozhattak mindazok, akik szeptember 15-én délután ellátogattak a Rákóczi Színház termébe, ahol Egeri Györgyöt látta vendégül a Szerencsi Általános Művelődési Központ. Kazsik Marianna, az intézmény munkatársa ismertette Egeri György alkotói munkásságát, valamint eddig életének legfőbb állomásait. Az érdeklődők megtudhatták a vendég találmányainak születési titkait, és azt, hogy ezer szállal kötődik szerencshez. Egeri György egyik legismertebb találmánya az egeri kerék, ami egy fogaskerékre emlékeztető mérőeszköz. A feltaláló szerint a kereket a kezünkből kiáradó energia forgatja, így az egészségi állapotról nyújt információt, és ki tudja mutatni a betegségeket azok megjelenése előtt. A feltaláló olyan kutatásokról is szólt, amelyek gazdasági, politikai érdekből kerültek a süllyesztőbe, pedig segítséget nyújthattak volna az emberiség gondjainak a megoldásához. Az előadó kiemelte, hogy a laboratóriumukban olyan készüléket fejlesztettek ki, amelynek segítségével könnyebb és jobb lehetne az élet. Ez egy olyan szerkezet, ami a hideg fúziót valósítja meg, vagyis vízgőzből nyernek ki hidrogént és szenet, amelyet egyesítenek. Ebből hatalmas mennyiségű hő szabadul fel, amelyből egy családi háznak a téli energia szükséglete 20 forintból megoldható lenne. Ennek a berendezésnek az előállítási költsége mindössze 200-300 ezer forint. A feltaláló hangsúlyozta, hogy ezeknek a találmányoknak a tömeggyártását azért nem támogatják, mivel az olajiparban nagyobb a nyereség. Egeri György álláspontja szerint az olaj túlzott fogyasztása hosszú évtizedekig már nem tartható fenn, mivel a kőolaj nem megújuló energiaforrás. Egykor létező, de az ellenérdekeknek köszönhetően elsikkadt találmányok miatt világunk újra borotva élen táncol. Már csak néhány év van hátra, az utolsó végleges olajrobbanásig és az ebből adódó gazdasági-társadalmi válságig. Ez az önmagát felemésztő életmód már nem sokáig folytatható. A forradalmian régi találmányok elterjedése azonban elháríthatná a veszélyt. A történelem legerősebb, leggazdagabb birodalmai dőltek össze azért, mert nem törődtek a technikai fejlődéssel, mert megtört a felfedezések lendülete. A történelem most kísértetésen ismétli önmagát. Hangzott el Egeri György előadásán, szerencsén a Rákóczi várban.